A Baracskis a Postagreptéri családi napon kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a számukra kedvező programot. A habpartitól kezdve a sétarepülésen keresztül jótékonysági rallizáson is részt vehettek az érdeklődők. Mi ilyen extrém helikopterezéssel foglalkozunk. Abból vannak olyan részletek, amit a bemutató programokon is repülök. Ezt nyilván minden részletét nem lehet utassal megcsinálni, de vannak olyan figurális elemek, amit repülünk. Ez történik most az utas repültetés alatt. A családi napon a szórakozás mellett a jótékonyság is főszerepben volt, ugyanis az élményautózással az idei évben a dunajvárosi mentősöknek gyűjtöttek. Már harmadik éve rendezzük ezt a repülős nappal összekötött élményautóztatást. Ennek az apropója igazából az, hogy szeretünk emberek között lenni. Mindenféleképpen jó az, hogy ennyien összejövünk versenyzők, és nagyon sok embert érdekel. Mi is meglepődünk rajta minden évben, hogy mennyi embert érdekel. És a jótékonysági része az meg azért van, mert nem szeretnénk ebből mi bevételt kovácsolni. Jelen helyzetben az idei évben arról van szó, hogy a Dunajváros és környéke 04 mentő alapítvány fogja megkapni a beszállókártyáknak egy részét. Ez úgy fog összeállni, hogy 3000 forint egy beszállókártya, ebből 2000 forintot fogunk, tehát minden egyes beszállókártya után 2000 forintot juttatunk el az alapítványnak hétfő reggel 8 órakor, készpénzbe befizetve a számlájukra. A maradék 1000 forintot azt megtartsuk az egyesületnek, mert hát nekünk is azért ezzel van költségünk, és hát megpróbáljuk úgy, hogy ne saját zsebből kelljen, hanem az egyesületnek a pénzéből, és ezt így próbáljuk meg kompenzálni, tehát így próbáljuk meg a pénzeket elosztani. Hát itt abszolút élményt kapnak, tehát én tőlem még sírva nem szállt ki senki, tehát mindenki mosolyogva. Tényleg megpróbáljuk azt az irányvonalat követni, hogy megpróbálunk előtte beszélgetni az emberre útközben is, hogy mennyire félős. Tényleg az a része, tehát tényleg élményt szeretnénk osztani, tehát ami a nevében is benne van, mi ezt szeretnénk. Első évben, tehát 3 évvel ezelőtt, amikor rendeztük ezt, akkor abszolút az egyesület saját pénzéből finanszírozta az egészet. Tavalyi évben már az asztalos gumiszerviz beállt mellénk, és az idei évben meg nagyon sok támogatónk lett, és pont ezért csináltunk egy olyan játékot, egy olyan ajándékot a beszállókártyát vásárlóknak, hogy nem árulunk tombolát, hanem minden egyes beszállókártya mellé adunk egy tombolaszervényt, amit a mai nap folyamán 4:30-kor a színpadon fogunk kihúzni, és igen értékes nyereményeket is lehet nyerni, de még a legkisebb értékű nyereményen is visszanyerik a beszállókártyának az árát. Tehát ez így lett. Ez körülbelül most, nem tudok pontos számot, de talán 25 ember vagy 25 szervény fog nyerni. Mezei Zsolt, az esemény szervezője úgy gondolja, hagyományt teremtettek a családi napot illetően, és a nagy érdeklődésre való tekintettel évről évre újra sikerül létrehozni a rendezvényt. A családi nap a repülőtéren című rendezvényen veszünk ma részt, ez ugye két település, először két település, aztán majd három település, Baracskis, Apostag és Dunaföldvár szervezte, úgy, hogy a repülőklub természetesen a hathatós segítségével. Ez most már a 7. alkalommal történt meg az idén, és hát látható, hogy elég sikeresnek mondható rendezvényünk lett. A repülésen kívül, a rallyautón keresztül, az offroadon keresztül, a katonai bemutatókon keresztül, a gyerekeknek a Crest Park, az ingyenes Dodge Jam, a vezetéstréning, mindent, nem lehet felsorolni, tényleg. Én mondhatom azt, hogy legalább 150 fajta program a látványosságokon kívül van a mai napon. A jótékonyság az... Ezt úgy fogalmaznám, ezt a jótékonyságot, az egész problémát, hogy nagyjából, hogy a 100-150-en dolgozunk ma itt ingyen. Mindenki, a szervezők, a repülőklub, a önkormányzatok képviselői, mi is ingyen, csak azért, hogy az a repülőnap részt elővessen, és nagy hálás köszönhetem a polgároknak, tehát mindenkinek, aki ma ez a repülőnapon részt vett, és tényleg ingyen a saját szabadidejét feláldozva, a saját benzinét feláldozva dolgozik ma. Ezen felül még a rallisok, a Amatőr Rally Egyesületnek hatalmas hálával tartozunk, kihozzák a saját autóikat a saját benzinükből, kiviszik az embereket megmutatni a rally csodálatos világát, és az általuk kért hozzájárulást felajánlják a mentőszolgálat számára, a Dunajvárosi Mentőszolgálat számára, mint minden évben. Minden évben ajánlottak valamelyik szervezetnek, most a mentősök kapják meg ezt a pénzt. Szeretnénk egy olyan hagyományt teremteni, és ott már megvan, tovább vinni ezt a hagyományt, hogy ennek a 8-10-15 ezer ember, aki kilátogat egy ilyen napra, az tudja, hogy miről szól a repülés, tudja, hogy mi ez az egész. Ha már itt van Dunajváros határában, akkor látogassanak ki máskor is ide.
A családi nap tehát nagy részben a jótékonyságról is szólt, mely sikeresnek bizonyult, hiszen közel 500 000 forintot sikerült összegyűjteni az élményautózáson résztvevőknek. Az ehhez hasonló hagyományteremtő rendezvények nagyon fontosak a Dunaui városban és környékén élők számára is, hiszen a megszokott nyári hétvégéket színesebbé tudják varázsolni egy-egy izgalmas kiruccanással. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!